Gedeon Burkhardt, Vicián Ottó. Heinz Wechselbraun, Juhász György, Martin Beinek, Németh Gábor. Gerhard Cémann, Orosz István. Rex felügyelő. Halál az interneten. Mit csinálsz ma este? Találkozom. A two for you. Írta Péter Hájek és Péter Mózer. Már a chatroomból? Már személyesen is megismerkedtünk. A nő remekül néz ki. Teljesen felpörgett. Nem hangzik rosszul. Rendezte Hans Werner. Összehozzalak velük? Még meggondolom. Majd mondd el, milyen volt. Arra lehet, hogy sokáig kell várnod. Reggel utazom Új-Zélandra. Reggel utazom Új-Zélandra. Hát akkor jó mulatást. Mindent bele a nőcskével. Oké, viszlát. Ennyi. Remélem olyan jó is, amilyen jó kép. Én is. Amit mesélt, az ígéretesen hangzik. De ígérd meg nekem, hogy nem borulsz ki rögtön, ha a fickó olyat mond, ami nem tetszik, rendben? Hello! Szia! Szia! Gyertek csak be! Hé! Hey. Nem is mesélted, hogy még szörfözöl is. De igen, évente pár hónapot külföldön töltök. Jó buli, vitten tart. És profiként egy kis pénzt is hoz a konyhára. Egyébként holnap Új-Zélandra utazom. Akkor ne is vesztegessük az időt. Ugye nem fog zavarni, ha filmezek? Nem, dehogy zavar. Ha neked így jó. Így is egyeztünk meg. A hálószoba egyébként ott hátul van. Hát? Nincs kedved levenni a kabátot? De igen. Hajrá! Keményen bánnak velem. Csak mondd, hogy mit szeretnél. A férjed nem csatlakozik. Gyere. Mi van? Nem akarsz lassan te is levetkőzni? Először inkább filmezek. Most már hagyd azt a hülye kamerát, és gyere ide végre! Mindjárt megyek. Hé, hey, úgy állapodtunk meg, hogy hármasban csinálunk mindent. Jó, megyek. Most kell félnünk végre, vagy neked nem megy? Esetleg nem áll fel? Klaus, kérlek, hagyd apa! Még megölöd! Elment az eszed! Hagyd apa! Klaus! Azt hiszem, meghalt. Három hónappal később.
Bocsásson meg, kérem. Igen? Van önöknek kéziporszívójuk? Természetesen. Jobbra hátul lesz. Köszönöm. Köszönjük. Biztos vagy benne, hogy Fritz egy ilyen vacakot szeretne? Hogy szeretné, azt nem tudom, de most ezt kap, illik hozzá. Gondolod? Igen. Hajd abba. Most mit akadékoskodsz, ki kell próbálnunk? Az már biztos, hogy működik. Megnézem, hogy mit csinál Rex. Kösz. Le az ágyról! Mász le, ha mondom! Le az ágyról, de azonnal! Mi lesz? Mit mondtam neked? Hát? A maga kutyája? Nem éppen. Teljesen mindegy, most meg fogja venni ezt az ágyat. Végül is nem ártana egy új. Jó, mi? Nem is rossz. Itt Bök. Szervusz, Kunc, mi újság? Mi folyik itt? Egy pillanat. A rendőrségtől jöttünk. Azt bárki mondhatja. Jó napot, lassan a testtel. Talán nem úgy néz ki, de igazat mond. Hová viszi azt a kézi porszívót? Kösz, Kunc. Vár a munka, Alex. Jó. Úgy megbocsátanak. Viszlát. Parancsoljon, viszlát. Na, gyere! Hello! Hol van a doki? Hello. Jó napot! Arra hátul! Köszönöm! Szervusz, Leo! Szervusz, Alex! Hát, Alex, momentán nem tudok semmi biztosat mondani. Egyértelműen egy férfi holttestről van szó. Minden bizonnyal leütötték. A súlyos felsérülés nyomai még mindig tisztán kivehetők. Hány éves? Nos, a fogainak állapota alapján azt mondanám, valamivel 30-on túl. És mióta fekhet itt kint? Mivel egy ilyen környéken rengeteg nedvesség éri a testet, megközelítőleg tudom megtippelni, mióta halott. De egy ehhez hasonló mumifikálódás ebben az évszakban akár több hetet vagy hónapot is igényel. Szervusz, Leo! Szervusz! Sajnálom, Alex, a 43-as méretű gumicsizma elfogyott. Tegnap éjjel a területről lecsapolták a vizet, így vált láthatóvá a holttest. Nem lenne rossz, ha egy darabig még távol tudnánk tartani innen a sajtót. Szólnál a csatorna munkásoknak, hogy tartsák a szájukat? Már is. Felhívom Kuncot, hogy nézze át a bejelentett eltűnéseket. Vigyázz! Jó. Mondd csak, van valami konkrét oka, amiért titokban tartjátok? Ha már több hét telt el a gyilkos, azt hiheti, hogy biztonságban van. Gyere be! Elmegyünk enni valamit, te is jössz? Nem, rengeteg a dolgom. Jó étvágyat, és hozzatok nekem valamit. Jó. Szia! Hello! Milyen volt? Nagy a valószínűsége, hogy a két hetes határidőt túllépjük, de egyébként minden a legnagyobb rendben. Felmenjünk az internetre? Klaus! Klaus, kérlek! Nem lehet állandóan azon rágódni. Szeretném meg nem történtét tenni, de a fickó meghalt. Ne feledd, hogy ő provokált. Jó, és akkor most hogyan tovább? Az egyetlen, ami még felizgat, az, ha nézhetlek. Csak így megy! Mondja csak, ön mióta házmester itt? Ne nyúlja semmihez. Úgy két éve.
Mindig, ha Bachmann úr elutazott, kiszedtem a postáját a ládából, és a lakásomban gyűjtöttem, míg megjött. Van saját kulcsom minden lakáshoz, szükség esetére. Járt Bachmann úr lakásában, amióta nincs itt? Nem, erre nincs felhatalmazásom, és Bachmann úr gyakran volt hosszabb ideig külföldön. Történt vele valami? Egyelőre nem tudjuk, de a szülei Salzburgban bejelentették az eltűnését. Most hagyjon minket magunkra, kérem, még körül kell néznünk a lakásban. Ha bármire szükségük van, oda nem leszek a saját lakásomban. Köszönjük. Köszönjük. Hát, úgy látom, kezdett csomagolni. Na, Rex, találtál valamit? Alex, gyere csak! Üvegcserepek. Az ágy alatt is van néhány, mintha valakik dulakodtak volna. Igen. Megvan. Úgy tűnik, az áldozat kilétét már ismerjük. A tett helyet is. Nincs ilyen szó, nagyon jó. Egy böngésző program, úgy látom, sokat barangolt az interneten. Fórumok, chatprogramok, szexkapcsolatok. Mióta ismered ki magad ennyire? Amióta elvégeztem a továbbképzést, amit te szépen ellógtál. Ezt elviszük, talán segítségünkre lesz. Szólok a nyombiztosítóknak, jó párnapos munkának néznek elébe. Annak idején el kellett volna hoznunk a laptopját. Ezt már ezerszer megbeszéltük. Ne aggódj annyit. Senki se tudja, hogy kapcsolatban állt velünk. Mindketten kódnevet használtunk. De te azért megint a fórumon keresgélsz. Esküszöm, azóta ez az első alkalom. Csak körülnézek, hogy mi újság a színen. Tigris, igényes bécsi párokat csábítanék, bármi megengedett. Ki tudnánk deríteni, hogy kikkel állt kapcsolatban az interneten, az talán a tettes nyomára vezetne. A mostani információink segítségével megtalálhatjuk a gép azonosítóját. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a gép rendszáma. Vagyis akkor megtalálhatjuk azt a szemét is, aki használta a gépet? Nem. Legfeljebb a modemet, amiről a gépet működtették, de a szemét, aki használta, azt nem. De miért nem? Megtalálod az autót, de azt nem tudod, hogy ki vezette. Emellett a rendszámot is könnyű hamisítani. Aha. Gondolod, hogy az összes chat partnerével kódnével levelezel? Hogy? Biztosan. Az interneten van rá lehetőség. De ha egy kicsit is intelligens volt, soha nem találjuk meg. Mondhatom, szép kilátások. Na igen. Mi mindezek ellenére sem feledkeztünk meg a mai napról. Rex! Hogy? Milyen nap van ma? Pontosan ma van, kerek egy éve, hogy hozzánk kerültél. Hát ez szörnyű. Azért fogad szeretettel. De jó, egy asztali porszívó. Mindig is ilyenre vágytam. Na látod. Többszörös tompa ütésnyomok az áldozat fején, több helye horzsolások, koponyatörés, agysérülések. Találtam egy ütésnyomot, ami arra utal, hogy a gyilkos eszköz egy hosszú fémtárgy volt. Szerintem felindulásból gyilkolták meg. Igen. Kinyomtattuk a telefonhívásainak a listáját, a készüléket legalább 3 hónapja használták utoljára. Ez nagyjából egybeeshet a halál beálltának idejével. Találtál már valamit? Interneten keresett szexpartnert. Ma már mindenki ezt csinálja. A névtelenség védelmében könnyű őszintének lenni. Mostanában olvastam valahol egy szép mondatot. Sehol a világon nem olyan könnyű hazudni, mint az interneten. Férfi párokat keres. Tigris, igényes bécsi párokat csábítanék, bármi megengedett. Érdekel a dolog vonalban vagy? ICQ 50 92 54 21. Two for you. Vonalban vagyok. Megismerkedhetnénk? Bármikor. Mit szólnál a ma estéhez a Sperl kávézóban? Oké. 8 óra.
Biliárdozom. És ki volt a felhasználó? Aha, a gép egy vásáron szerepelt. Bárki hozzáférhetett, igen, igen. Azért nagyon köszönöm. Csak ne add fel, Kunc. Na, kiderült valami? Igen, megtudtam azoknak a kódneveit, akikkel az interneten leggyakrabban érintkezett. Robin Hood, Zarathustra, Waterman, Beach Boy, de a legtöbb beszélgetést egy bizonyos tigrissel folytatta. Köszönöm, hogy eljöttél. De egyet már most mondhatok. Ha valami miatt nem szimpatikus a fickó, nem is akarok megismerkedni vele. Ki tudja, talán egész jóképű. Robin Hood ma este nem jön be. Úgy tűnik, most nincs vonalban. Talán keresd a Sherwoodi erdőben. Ha-ha. Egyébként elértem ezt a Beach Boyt. Egy Los Angeles-i szörfös. És te hogy állsz? Megpróbálom még egyszer ezt a tigrist elérni valahogy. Itt Fudzi, tigrist keresem. Ne haragudj rám, de én képtelen voltam rá. Semmi baj. Tudod, nem tudom kiverni a fejemből. Jól van, Rex, mindjárt végzel. Mit akarsz? Kipróbálnád? Jól van? Nem bánom. Lássuk, hogy megy-e. Ez az. Figyelj, Rex. Háromra, jó? Egy, kettő, három. Ügyes vagy, na ugorj! Nagyszerű! Nagyon jó. Na gyere, nem szabad elkésnünk. Gyere. Indulás, vár a munka. Jelentkezzetek a tegnap este miatt. Sperl kávézó, jó híreim vannak. Keresi tigrist. Fudzi keresi tigrist. Ki vagy? Fudzi. Ryder barátja. Ő hol van? Új-Zélandon. Új-Zélandon. Nincs ott. Mondd meg, hol van? Nem mondom meg. Vége. Jó reggelt! Jó reggelt! Na, mi újság?
Megtaláltam ezt a tigrist, de nem volt valami beszédes, és megszakította a kapcsolatot. Ezzel semmire sem megyünk. Jó reggelt. Attól tartok, igazad van. Bachmann kétségtelenül interneten ismerkedett, különböző fórumokon párokkal keresett kapcsolatot. Ha a partnerei nem túl közlékenyek, a párokra kéne összpontosítanunk. És hogy csináljuk? Ugyanazt tesszük, amit Bachmann is tett, hirdetjük magunkat. Tessék? Javíts ki, ha tévedek, de szexpartner kereső hirdetést akarsz feladni. Jó, de akkor találkoznunk is kell velük. Na ne. Miért van erre szükség? Hát a jelentkezők között lehet a tettes is. Na de lehet, hogy addig számtalan párral kell találkoznunk, és azokkal... Jó napot! Itt vagyunk. Ti vagytok a chatroomból. Gyere és ülj le. Gyere! Gyere már, haver! Ő itt a grófnő, és én vagyok a gróf. Igen, olvastam az e-maileteket, de úgy látom, valamit talán félreértettem. Ó, te még valószínűleg kezdő vagy. Milyen elragadó. És most mihez kezdjünk egymással? Van javaslatod? Elmehetnénk moziba. Na, hogy tetszik, Helga? Ez szép. De nem értem, hogy ön nem féltékeny rá. Ebben a marhaságban nem hiszek. De erről még beszélünk. A nevem Hansi. Jobb lenne, ha tegeznél. Az én nevem Fritz. Neked aztán jó nagy húzatod van. Egy pár pohár után nem bírok magammal. Jaj, Hansi, ma ne igyál már annyit, jó? Teljesen elálmosodik tőle. Aha. Na? Mit na? Mire vársz még, Fritz? Talán keresel valamit? Igen. Bűnügyi rendőrség, de azért nyugodtan tekeződhetünk. Szerintem jobb, ha most kint maradsz, jó? Gyere be! Az én nevem Heinz. Szervusz, Alex vagyok. Szép kis ház. Gyere velem! Hol van a feleséged? A pincében. Ott van a mi kis játszószobánk. Ott van Ben. Menj be, és csak engedd el magad. Jó, de egy kis fény segítene. Mi a fele ez? Mi folyik itt? Felírtam kinn a kocsid rendszámát, tehát könnyen rájövök, hogy ki vagy. Ha azonnal fizetsz 5000 shillinget, megkapod a filmet. Ide hallgass. Vagy ide adod a filmet, vagy akkor átkapsz, hogy a faladja a másikat. Ah!
Elmondom. Szép kis barlangot épített a zsarolásaihoz, de most nincs szerencséje. Mi ugyanis a rendőrségtől jöttünk, igaz? Talán a Fudzi nem a legjobb fedőnév. Van valami ötletetek? Mit szólnál az Adonishoz? Vagy a Rambo? Kérlek, Fritz. Van jobb ötleted? Hát, Eros. Eros? Oké. Okay. Szuper! Vesz egy shilling. Köszi. Jelentkezzetek a tegnap este miatt. Sperl kávézó, jó híreim vannak. Mit akarsz? Ez nem volt fair. Sajnálom, közbe jött valami szakmai ügy. Hazudsz. Láttalak titeket. Azt sem tudod, hogy nézünk ki. Ryder alaposan leírt titeket. Mi köze ennek Ryderhez? Mindent tudok. Mit tudsz te? Majd személyesen elmondom. Mit akarsz tőlünk? Mondd csak, ugye nem megint a fórumon keresgélsz? Nem, most dolgozom. Klaus, sajnálom a tegnap estét, de kérlek, próbálj egy kicsit megértő lenni. Jó, semmi baj. Nem néz ki az építkezésre? De indulok, csak még el akartam köszönni. Oké? Oké. Találkozzunk. Oké, mikor? 8-kor. 8-kor. A Himmelweise parkolóban. Fekete Mercedes. Viszlát. Hello, Tigris. Hol van a feleséged? Mindjárt jön ő is. Csak bepúderezi az orrát. Ma este már nem fog ellenkezni? Dehogy fog. Tegnap nem volt kedve hozzá. És milyen volt Ryderrel? Szuper. Semmit nem mesélt róla? Nem. Aznap este óta, hogy nála jártatok, egyszer sem beszéltem vele. Egyébként azt is hallottam, hogy másnap fel sem szállt a repülőgépre. Kainz úr. Honnan tudod a nevemet? Megvan a kocsid rendszáma. És van egy jó barátom a zsaruknál. Tudod, arra gondoltam, hogy ha lefekhetek a feleségeddel, amikor csak akarok, cserébe elfelejtem mindazt, amit tudok. Apropó, hol a feleséged? Úgy látom, jön már. Hol van? Ott. Ó.
Hol voltál ilyen sokáig? Beugrottam a statikushoz. Te mit csinálsz? Tudod, arra gondoltam, miután a tegnap estéből semmi sem lett. Utána nézek, hát ha találok egy új partnert. Láttam tegnap este, mennyire csalódott voltál. Mi az, mi történt? Semmi, Tina. Csak szörnyen elfáradtam. Eros. Jóképű fickó, párokat keres. Filmezés, fotózás nem akadály. Szervusz, Leo! Szervusz, Alex! Sajnos megint túl sok munkánk akad. Szóval van egy holttestünk egy baloldali szúrt sebbel, amelyet egy körkörös horzsolás vesz körül. Utóbbit minden bizonnyal a csavarhúzó nyele okozta. Vagyis a fegyvert hatalmas erővel döfték bele. Alig vannak hullafoltok. A halál oka a nagy vérveszteség. Jó reggelt, Alex! Jó reggelt! A szúrás egyértelműen jobb oldalon lentről balra felfelé halad, és a vérnyomok is arra utalnak, hogy a tettesnek az anyósülésen kellett ülnie. A halott neve Stefan Haller. Itt vannak a papírjai. Mit tudunk róla? Kunc azt mondta, utána néz, de eddig nem jelentkezett, még mindig az interneten szörfözik. Értem. Úgy tűnik, rajongott a tigrisekért. Bachmannak is volt egy partnere, aki tigrisnek nevezte magát. Lássuk. Minden esetre Hallert is érdekelte az internetes szexpartner keresés. Ez Kunznak való. Igen. Haller és Bachmann ugyanarra a fórumra írtak. Azonos böngésző programot használtak. Jó esély van rá, hogy ezek ketten kapcsolatban álltak egymással. Lehet, hogy a két haláleset is összefügg. Te, megint kaptunk egy ajánlatot attól a fickótól, aki Erosznak hívja magát. Azt írja, nem zavarja a filmezés, fotózás. Ki tudja, hogy néz ki? Mondd csak, mi van veled? Csak neked akarok örömet szerezni. És előtte még találkozhatunk is vele. Nézd csak, kaptunk egy választ. Szeretnénk megismerni. Two for you. Válaszolok, hát ha vonalban vannak. Jó. Már van tapasztalatod párokkal? Igen. Nem zavar, ha közben filmezünk? Nem zavar, ha közben filmezünk? Semmi gond. Hello, Alex. Sziasztok. Hello. Te, van egy új párunk. Ki veszi át? Találkozhatnánk még ma este? Majd én vállalom. Ez ő lesz. Jóképű. Megyek még egy kört. Parancsoljon. Köszönöm. Na, mire vársz? Nem vagyok benne biztos. Mi bajod? Máskor meg te erőlteted. Ennyire tetszik? Csak miattad csinálom, érted? Menjünk. Hello. Szia. Mi vagyunk a Two for You. Hello. Jó, hogy ilyen hamar találkozhattunk. Tessék. Igen. Itt volnánk. Te nős vagy? Nem, egyedül élek.
Többször adódott már olyan helyzet, amikor a külföldön járó feleség hirtelen hazaállított. És nem teszed neki, amit a férjével műveltünk. Ez azért érthető. De ti nem vagytok féltékenyek egymásra, igaz? Hogy jut ilyesmi az eszedbe? Nekem is akadtak már furcsa tapasztalataim. Feleslegesen aggódsz. Helyes. Akkor ezt tisztáztuk is. Ráértek holnap este? Rendben, nálad találkozunk. Klaus és Tina Kainz, egy építészmérnöki iroda tulajdonosai. Voltak már büntetve? Nem voltak, de a férfi pár éve súlyos motorbalesetet szenvedett. Gondolod, hogy ők lesznek azok? Nem tudom. Valami azt súgja. De csak akkor kapcsolhatjuk le őket, ha tesznek valamit. A többi gyanúsítható partnert is ellenőriztük, az se hozott többet. És mi lesz a ma estével? Maradjunk a közeledben? Nem. Nem akarom, hogy valami apróság miatt gyanút fogjanak. Rex és én majd megoldjuk valahogy. Igaz? Hagyj végre békén ezzel a marhassággal. Nem tudok most odafigyelni rá. Oké, megyek már. A férjed szörnyen kibírhatatlan ma. Teljesen biztos vagy benne, hogy elmenjünk hozzá? Remélem, nem fog felhúzni. Megígéred, hogy uralkodsz magadon? Feleslegesen aggódsz. Semmit sem csinálok vele. Így, né. A legváratlanabb helyzetre is fel kell készülnünk, gyere. Legjobb lesz, ha elbújsz a sufniban. Jó. De hogyha hívlak, amilyen gyorsan csak lehet, gyere hozzám. Nyitva hagyom az előszoba ablakot, jó? Rex! Jól van, Rex. Jól van. Nagyon jó. De az is lehet, hogy egyiküket követned kell. Figyelj, kipróbáljuk, jó? Csak maradj fedezékben. Jól van, Rex. Na, lássuk, mit hoz az este. Sziasztok, gyertek be, nyitva van a kapu. Gyere, azt hittem tetszik neked. Hello. 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 Szép környék. Igen, nincsenek kíváncsi szomszédok. Gyertek. Üljetek le. Kértek egy italt? Én kérek. A whisky jó lesz. Én nem kérek, köszönöm. Tulajdonképpen mivel foglalkozol? Beszélgetni akarunk, vagy inkább szórakozni? Ebben igazad van. Mondd csak, hol van a fürdő? Egy kicsit felfrissíteném magam. Jobbra az első ajtó. Tessék. Gyorsan összerakom a kamerát. Gondolom, jó néhány videókazettád van már otthon. Igen, és szeretem őket időnként visszanézni. Figyelj, menj utána a fürdőbe. Én is megyek a kamerával. Jó ötlet. Megyek is. Na, nálad minden rendben? Igen, csak egy kicsit ideges vagyok. De miért? Neked tényleg nem mondhatom el. Talán próbáld meg. Kár lenne a szép estéért. Nem tudom, talán hagyni kéne a francba az egészet.
Azt hiszem, jogom van magyarázatot kapni. Nem csinálom tovább. Mit? Mit nem csinálsz tovább? Nagyon félek, hogy Klaus megint kiborul. Akkor miért akarjátok hármasban csinálni? Ez féltékenyé teheti őt. Évekkel ezelőtt motorbalesete volt, és súlyos sérüléseket szenvedett. Azóta a szexnek ez az egyetlen formája, ami hoz neki valamit. Ha érted, mire gondolok. De kérlek, kérlek, inkább ne is szólj hozzá. Attól nagyon kiborul. Hajlamos elveszteni az önuralmát, és akkor... Bachmannnál is ez történt. Hogy érted ezt? Ki vagy te? Rendőr vagyok. Tűnés! Tűnj el! Igen, Bachmannnal is ez volt. És mi történt Hallerrel? Az meg kicsoda. Bachmann egyik partnere. Tigris kód néven futott. Őt is meggyilkolták. Lehet, hogy a férjet tette. Klaus! Mindjárt ott vagyok, küldj erősítést! Kainc úr, a szép estének sajnos lőttek. Mindegy, mit mesélt a feleségem, nincs rá bizonyítéka. Tudja, a helyében én nem lennék ebben olyan biztos. Fogalmam sincs, hogy ezt hogy csináltad. De zseniális húzás volt. Ügyes kutya. Egyes videókameráknál az első néhány másodpercet lehetetlen letörölni. Ez leggyakrabban abból adódik, hogy a felvevő és a törlőfej között van egy kis távolság. Tudja, nem lett volna szabad eldobnia a kazettát, pont ezzel keltette fel Rex érdeklődését. Igaz?